általános értékek melletti kiállás valóságos megbélyegzést von maga után. Gál Kinga európai parlamenti képviselő elmondta, hogy az értékválsággal küzdő Nyugat-Európában manapság megkérdőjelezik a kereszténység, a haza és a család fogalmát. A demográfiai kihívást jelentő népességfogyás szerinte megfelelő családpolitikával lehet orvosolni, nem pedig a bevándorlás szorgalmazásával, ahogy azt Nyugat-Európa több országában is teszik. Az értékvesztés, a relatívvá vált értékek az elbizonytalanodást is kiüresedést hoz ezekben a társadalmokban. És az kiüresedett, elbizonytalanodott egyén pedig sokkal inkább manipulálható. Ezért fontos, hogy összefogjon a közösség, hogy értéket tudjunk fölmutatni a gyermekeinknek, hiszen a gyermekeink jövőjéről van szó. Mi továbbra is kiállunk emellett a keresztény értékek alapuló Európa mellett, hiszen ez az az Európa, amit megörököltük. Karafa Attila, a szervező Pázmáneum polgári társulás elnöke szerint értékek és keresztény gyökerek nélkül nincs megmaradás. Mint mondta, Nyugat-Európában van, ahol már át szeretnék nevezni a karácsonyt, nem állítanak karácsonyfát, vagy Szűz Mária nevét már nem akarják említeni. Mindezt az úgynevezett tolerancia jegyében, hogy ne sértsék az Európába érkező más vallásúakat. Úgy gondolom, hogy ha ezeket a gyökereket elvágjuk, és ezt tudjuk bármilyen népek esetében is, akik a történelem útvesztőjében elvesztek, akkor az a fa, az a nemzet, az elveszik. Nekünk is fontosak ezek a gyökerek, amelyek megtartanak bennünket, és ezekre a gyökerekre kell nekünk építeni a jövőnket, kereszténységünkre és magyarságunkra. Egyesek kereszténység és Isten nélküli irányba akarják terelni Európát, hangsúlyozta Farkas Zsolt. A Jópásztor Alapítvány elnöke úgy véli, hogy erre helyi viszonylatban a kisebb közösségek nemzeti identitásuk és kereszténységük megélésével tudnak választ adni. Amennyiben ez sikerül kicsiben, sikerülhet nagyban is. Ilyen formában tudjuk befolyásolni akár az Európát, és úgy keresztényé tenni, még hogyha nagy szavaknak is tűnnek, hogy a saját életünkben ezt megpróbáljuk teljes mértékben minél alaposabban megélni. Mert lehetnek filozófiai elképzeléseink, hogyan lehetne megváltoztatni azt, de hogyha mi magunk nem változunk, és nem tartjuk ezeket az értékeket fontosnak, és nem éljük meg ezt a mindennapokban, akkor ez sikertelen lenne. A közéleti fórumon arra a következtetésre jutottak, hogy a kereszténység a globalizációs folyamatok ellenpólusa lehet. Az is elhangzott, hogy fel kell eleveníteni Robert Schuman, az Európai Unió alapítójának alapgondolatát, aki úgy vélekedett, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy pedig nem lesz.